Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi a terve? Milyen lépéseket fog tenni? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Mivel itt szerelemről van szó, én egy piros színű gyertyát választottam, hiszen szimbolizálja a szeretetet, szimbolizálja a szerelmet. Te érezni fogod a gyertya mágiának az erejét. A videó végén átküldöm ezt az energiát, és abban a pillanatban, ahogy érzed, figyelj oda arra, melyik szó jut úgy hirtelen eszedbe, mert ennek van egy fontos jelentősége. Ha gondolod, leírhatod a kommentárba. És most megnézzük azt, hogy milyen lépéseket fog tenni. Az ő jelenlegi helyzetét itt a lilium virág mutatja. Ez jelenti a tisztaságot, vagy azt, hogy ő szeretne valamit tisztázni, vagy veled, vagy másokkal. Amit a lilium még jelent, az a szexuális téma. Lehet, hogy van nála ilyen elképzelés. És ki hogy hat rá? A külső befolyás itt látható. Ez a torony jelentheti azt, hogy valaki megpróbálja őt fogva tartani. És ő úgy érzi, hogy benne van ebben a toronyban. Ez olyan, mint egy börtön, és keres egy megoldást, keres egy kiutat. Amit a torony még jelenthet, egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, lehet, hogy ott is szeretne tisztázni valamit. Az ő következő lépése, itt látható ezen a képen. Az jelentheti azt, hogy egy hangban vagytok, megértitek egymást. Amit a kép még jelenthet, egy művészeti területet, mint például zene vagy tánc. És hogy viszonyulj hozzá. Itt ez a fa jelenti a gyógyító erőt, a biztonság érzetét, ahol te is úgy érzed, hogy igen, itt ebben a párkapcsolatban le tudok gyökerezni. Vagy jelenthet egy bizonyos helyet, ami erőt ad számodra. Amit ez a fa még jelent, hogy légy még kicsit türelmes, amíg itt kibontakozik valami. És itt látható a gyűrű, ez a kapcsolat kettőtök között, sőt, ez lehet egy eljegyzés vagy házassági ajánlat is. Amit a gyűrű még jelent, hogy valami vagy valaki visszatér hozzád. Egy bizonyos téma, vagy hogy ő tér vissza hozzád. És most átküldöm a gyertya mágiának az erejét, ezt az energiát. Figyelj oda arra, hogy melyik szó jut olyan hirtelen eszedbe. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!